Idén bizonyult a legtömegesebbnek az Oromhegyesi Arany János Általános Iskolában megszervezésre kerülő ezer esztendő irodalmi verseny. A szervező a Magyar Kanizsa Község Pedagógus Egyesületének elnöke, illetve az iskola igazgatója Vajda Attila, aki kameránknak elmondta, hogy a már 11. alkalommal megszervezésre kerülő népmese mondó versenyen a község diákjai mellett Zentáról és Felsőhegyről is érkeztek mesélők. Ennek a rendezvénynek az alapvető célja az anyanyelvápolás, illetve a magyarságtudatunk erősítése, természetesen a barátkozással együtt. Tehát itt ma több mint 60 gyerek jelent meg, akik közül egyesek ismerik egymást, de sajnos még a mi iskolánk is olyan, hogy ugye négy épületben vannak gyerekeink, és akkor itt ismerkednek össze jobban. Az elmúlt évekhez mérten az idei talán a leg több versenyzővel mondható, mivel tavaly 52 tanuló vett része versenyző, idén pedig 60-an vannak ezen a versenyünkön. Nem az a célunk, hogy első, második, harmadik helyezést osztunk, hanem hogy a gyerekekkel megkedveltessük ezt a, a, ver, a mesemondást tulajdonképpen, és így minden korosztály ajándékkönyvet kap, illetve okleveleket kapnak a résztvevők mindannyian. Elsőtől ötödik osztályos tanulók vehettek részt az irodalmi versenyen. Az alsós tagozatú gyermekeknek olyan meséket kellett választani, amiben állatok szerepelnek, valamint a harmadik osztályos gyermekeknek egy tesztet is ki kellett tölteniük. A negyedikes és az ötödikes kis mesemondóknak viszont Mátyás királyról szóló történeteket kellett elmesélniük. Farkas Luca, a magyar kanizsai Jován Jovánovics tanulója a kolosvári bíró történetét mesélte el. Nekem ez nagyon megtetszett, tetszik a mese, a tartalma, amiről szól, tetszenek benne a kifejezések, a szavak használata nagyon szépen régiesen vannak mondva. A verseny résztvevői azt is elmesélték, hogy hogyan készültek és mennyire volt nehéz elsajátítani a meséket egy párszor elolvastam, és aztán megpróbáltam leírni, és sikerült, és amikor anya átnézte, akkor kijavította a hibákat, és akkor úgy megtanultam. Hosszás tanulás után sikerült. sikerült. Mi volt benne a legnehezebb? A párbeszéd. Párbeszédet volt legnehezebb megtanulni. A mesemondás mellé társult egy rajzpályázat is, amiben csak községbeli óvodások vehettek részt. Téma itt is a népmese és azok momentumai voltak. Mind a rajzpályázaton, mint a mesemondó versenyen a zsűri által kiválasztott legjobb mesemondók és a legszebb rajzok nyertesei könyvcsomagban is oklevélben részesültek. Az esemény a Magyar Kanizsai Önkormányzat és a Magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma által valósult meg.